körülbelül egy évvel ezelőtt adták át a betonelemgyártó üzemet leveleken, a termelés azóta folyamatos. Ez idő alatt 8000 négyzetméter térkövet gyártottak, ennek több mint a felét értékesítették is. A termelésből önkormányzatok is vásároltak. A gyára foglalkoztatás szempontjából is jelentős fejlesztés volt, négy főnek jelent biztos megélhetést. Március közepén a piac alapkövét is letették leveleken. A munkálatokról a település polgármestere beszélt a 35 perc című műsorunkban. Befejeződött, projekt szinten az eszközbeszerzés még folyamatban van, de a piaccsarnok, a fedett piaccsarnok elkészült, aminek a használatba vételi engedélye is megvan, így gyakorlatilag meg tudtuk nyitni a kapukat a kereskedők és a vásárlók előtt is, és hát november közepe óta már használják gyakorlatilag a piaccsarnok épületét. Mondaná néhány paramétert, hogy hány asztal van, hányan tudnak körülbelül, van a -e bent üzlet, szóval mit kell tudni a leveleki piacról? Hát maga a váz az egy modern, korszerű, fedett Hát fém vázas amiben árusító asztalok lettek elhelyezve, összesen 64 darab árusító asztal, asztalonként két négyzetméteres felülettel. Ezek zárható asztalok, és gyakorlatilag ezeken az árusító helyeken történik a kereskedelem. A piacra azóta is rendszeresen járnak árusok, a rendet piacfelügyelő biztosítja. A polgármester azt mondta, hétfőtől szombatig reggel 6-tól délig kifejezetten élénk itt az élet. Ez is bizonyítja, hogy hiánypótló beruházás volt a kistérség lakosait is szolgálja. A fejlesztések mellett az orosz-ukrán háború kapcsán is akadt dolga leveleknek. A menekültek a kemping területén voltak elszállásolva, de hamar továbbmentek így, a nyári szezonban már ismét fogadhatta a vendégeket a turisztikai centrum. A szezon azonban így sem volt kiemelkedő, erről is beszélt levelek polgármestere. Gyengébb ö, volt, mint a e, tavalyi bár, ugye azért az időjárás, ö, hogyha ezt veszük figyelembe, kedvezőbb volt, ö, mint a e, tavalyi. Évbe, és hát most már úgy, úgy látva a strand és a kemping eredményeit, a strand az a tavalyi évhez hasonlóan zárt, a kempingben érezhető volt a forgalom csökkenése, nagyon sok tábort visszamondtak, nyilván ugye az áremelkedés, az élelmiszeráraknak az emelkedése, az energiárak emelkedése nem tette lehetővé, hogy úgymond éljenek többen ezzel a lehetőséggel, és így ott érezhető volt a forgalomnak a csökkenése. Nem csak a turisztika miatt a leveleki lakosok komfortérzete és biztonsága szempontjából is fontos, hogy az utak rendben legyenek. A település saját költségvetéséből 2021-ben már három utat átadtak, 2022-ben pedig a legforgalmasabb utat 937 méter hosszan leaszfaltozták, és a patkát is kiépítették. 2023-ban öt intézményt látnak majd el napelemekkel, amelyekre a Top Plus biztosítja az anyagi forrást. Így a fenntarthatóságon lesz a hang hangsúly 2023-ban.